sem szerint a másik. Idősek a monitorok előtt ebben a pécsi teremben. Ők most azt tanulják meg, hogyan intézhetik ügyeiket az interneten. Egyikük azt mondja, van olyan ismerőse, aki semmit nem tud ezekről az ismeretekről. Van egy okos telefonja, mert a gyereke már unja, hogy a diplomás anyja semmit nem tud az internetről sem, de csak telefonálni tud vele, és még annyit, hogy föl lehet őt hívni messengeren. De semmi más nem tud. Hogy fog ő jövőre időpontot foglalni az orvosnál, ha nem lehet másképp? Törteli Ildikó szerint több hasonló képzést kell szervezni a nyugdíjas korosztálynak, mert ma már szükségük van az informatikai ismeretekre a mindennapi életben, és ezt nem tanítja meg nekik senki. Mert a gyerekeink oda jönnek, akkor inkább megcsinálják helyettünk, mert sose érnek rá, vagy rakétasebességgel bögdösnek 20-at a számítógépen is el van intézve, és nagyon-nagyon fontosnak tartanám, hogy főleg az időseket, akiknek nem volt módjuk arra, hogy ebbe belenőjenek, és sajnos sokáig nem is gondoltuk azt, hogy ennyire rá fogunk kényszerülni arra, hogy ezeket az ismereteket birtokoljuk, hogy valaki tanítsa őket. Ezen a képzésen nem csak az alapokat sajátíthatják el az idősek, aki már rendelkezik informatikai ismeretekkel, megismerkedhet a mesterséges intelligencia használatával. A meglévő számítógépes tudásomat szeretném kiegészíteni, és amit most tanulunk, mert többféle szekcióban lehet ezt a tudást gyarapítani, amit most tanulunk, az engem nagyon érdekel a mesterséges intelligencia. Legfőképpen azért jelentkeztem ide, hogy magam kis plakátokat, szórólapokat szerkeszteni tanuljak, esetleg kis videót vágni, tehát ilyen tudásra szeretnék szert tenni. Dombi Erzsébet azt mondja, az időseknek is haladniuk kell a korral, még akkor is, ha a veszélyeket rejt számukra a net használat. Ezért kell megszerezni a tudást. Ma már minket idősebb embereket naponta ér olyan atrocitás, hogy a számítógépes adatainkon, az interneten elérhető adatainkon át próbálnak becserkészni a csalók. Na, ez bizony, ez egy élő probléma, előfordulhat ilyen is, de hát muszáj használni. Ugye a géprombolással nem oldották meg annó, akkor sem a fejlődést. Hát én úgy gondolom, hogy az időseknek is muszáj felzárkózni. A képzést egy nyugdíjas egyesület szervezte meg. A mai világban már ennélkül nem lehet boldogulni, csak nézzük az ESZ-t, stb., tehát amiben be kell tudni jelentkezni. Sok házi orvoshoz is úgy lehet, hogy interneten keresztül bejelentkezni, tehát szükségünk van erre a képzésre. És ennek a képzésnek kettő szintje van, az egyik szintje az, amikor ezeket az alapképességeket, hogy tudjak használni ezeket a kezelőfelületeket, ezeket tanulja meg egy csoport, és van egy haladóbb csoport, aki már a mesterséges intelligenciával, a Word Excel táblázatokkal, a Canva programokkal foglalkozik, úgyhogy így raktuk össze ezt a programot. Jelenleg 20-25 főnek tudják biztosítani az informatikai képzést. A jövőben szeretnének további tanfolyamokat szervezni. Ha van lehetőség, akkor ugyanúgy bővíteni fogjuk ezt, hiszen nem csak ez a 20-25 fő az, akinek ez fontos, hanem annak az 1200 fős tagságunknak, ami van annak, tehát minden tagjának jó lenne, hogyha el tudnánk juttatni ezt a tudást hozzájuk. A pécsi székhelyű szervezet az önkormányzat egyik pályázatán nyert támogatást a mostani képzés megszervezésére. Ezt szeretnék folytatni a jövőben is, ha lesz újabb lehetőség a támogatásra.